engedjétek meg, hogy átadjam konfirmáltainknak a konfirmációs emléklapot, valamint a Szentírás, ami ajándékba szánunk az ő számukra. Sobák el! Ötvös Dániel. Jarmola András. Balogh Zoltán. Gratulálok. Kadesevics Zoltán. Gratulálok. Dikun Katalin. Szilvás Veronika. Barak Klaudia. És Csókos Mária. Legyen ez a Szentírás minnyájunknak lelki eledele minden napokban. És emlékezzetek, hogyha életünknek egén ott vannak a felhők, emlékezzünk, hogy a felhők mögött mindig ott van a mi Úrunk, és felhők van az Úr legyen a győzőtök. És engedjétek meg, hogy egy ifjúsági ének és könyvet is hagyunk ajándékba nektek, hogy tudjátok, hogy tudok, hogy csinálni. Szeretett testvéreim, engedjétek meg, hogy hirdessem továbbá, hogy a ránk következő hét bűnbánati hét. Hétfőn, tehát holnap délután 4 órakor kezdődik a bűnbánati istentiszteletünk, amire szeretettel kibogatok mindenkit. Hirdetem, hogy szerdán reggel 8 órakor tartjuk a bűnbánati istentiszteletet, és hirdetem a ránk következő vasárnap Pünkösd Szent Vasárnapja, amikor Isten szent lelkének kitöltetését ünnepeljük. Két napos ünnep, vasárnap és hétfőn. Ugyanúgy várjuk, kedves testvéreinket, legátusunk is lesz, hogy Isten úgy akarja, második napon. És a ránk következő vasárnap természetesen várjuk a szülőket, keresztülőket, mert a konfirmáltak először fognak az Úr asztalához járulni. Református himnuszunk eléneklése után, szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk végeztével a 436. dicséretünket fogjuk majd énekelni. A 436. dicséretünk úgy kezdődik, vezess Jézusunk, vélet induló, fennállva én.